Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti TV híradóját látják. Belföldi híreink. A kormánya a járványügyi szakemberek és az operatív törzs javaslatára úgy döntött, hogy a járvány második szakaszában meghozott korlátozó intézkedések hatáját március 15 éig meghosszabbítja, hangzott el az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília úgy véli, reális esélye van annak, hogy április elejére, a húsvét körüli időszakra mindazok megkaphassák a védőoltás legalább első adagját, akik eddig regisztráltak. A járványügyi adatok továbbra is azt bizonyítják, hogy a harmadik hullám erőteljes felmenő szakaszában járunk. Az előző 24 órában 4385 újabb magyar állampolgár szervezetében mutatták ki a koronavírust és elhunyt 120 személy többségében idős, krónikus betegek, közölte az országos tiszti főorvos. Hozzátette, az aktív fertőzettek száma ismét 84 ezer fölé emelkedett, pedig volt már 80 ezer alatt is. Növekszik a súlyos állapotú kórházban kezelt koronavírusos betegek száma is. Ők jelenleg 4836-an vannak, és 411-en szorulnak gépi lélegeztetésre. A szakember ismét a védőoltások fontosságát hangsúlyozta, mert csak ezzel lehet megtörni a járvány további terjedését. Mindegyik vakcina hatásos, az oltási programnak a házi orvosok a bástyái, de a kórházi oltópontokon is gőzerővel zajlik a vakcináció, jelezte a tiszti főorvos. Mesterházi Attila az MSP országgyűlési képviselője, a párt egykori elnöke, a heti TV Pirkada című műsorában beszélt a szocialisták belső vitáiról, a választási készülődésről és az ellenzék összefogásáról. A politikus értékelte az mszp n belüli ügyeket, például azt, hogy a párt legutóbbi tisztújító kongresszusának eredményét bírósági úton támadták meg azok, akiket előtte kizártak. Mint megjegyezte, azért terelték jogi útra a vitát, mert nem sikerült belül megtalálni a szükséges fórumokat. Azok, akiket kizártak, meg azok is, akik egykor az MSZP alapítása körül tevékenykedtek, de már a háttérbe szorultak, nem párt, hanem közéleti aktivitást fejtenek ki. Arra a kérdésre, hogy volt pártelnökként mennyire asszisztál a szocialisták süllyedéséhez, Mesterházi Attila megjegyezte, akkor asszisztálna, ha csendben maradna, de nem így tett, helyette egy más típusú elképzeléssel állt a párt nyilvánossága elé. Persze az is igaz, a tisztúító kongresszuson ezekkel a tervekkel alul maradt. Azóta a leginkább a külügyekkel, a külpolitikával foglalkozik, mert mint hozzátette, ebben talál több kihívást. Ami a párton belüli vitákat illeti, Mesterházi Attila kijelentette, a mostani pártvezetés legitim, ennek megfelelően teszik is a dolgukat, ám majd a bíróság ítélete is mondani fog a legitimitásról valamit. A saját jövőit illetően a képviselő elmondta, egyéni jelöltként szeretne elindulni, a tervei szerint Veszprémben, ami egy nehéz körzet, egy nehezen nyerhető körzet. Az eddigi tapasztalatok szerint egy lakmuszpapír. Mind a nemzetszocialista, mind az internacionalista vörös bolsevizmus több milliók ember életét követelte. A gyilkos eszmék nem ismertek sem Istent, sem empátiát, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi ügyekért felelős államtitkára a belvárosi Honvéd téren az 1993-ban a kommunizmus áldozatainak emlékére felállított emlékmű előtt. Soltész Miklós ismertette, hogy a kommunizmus 80 éven átpusztított Ázsiában, Dél-Amerikában és Kelet-Európában, itt sajnos hazánkat is mérgezte. Soltész Miklós kitért arra, hogy 500 ezeren nem tértek haza többé, sokakat szovjet lágerekbe internáltak, 200 ezer németet pedig a második világháború után elüldöztek Magyarországról. Ne engedjük meggyalázni milliók szenvedését. Isten nyugasztalja az elhunytakat és bocsássanak meg a bűnösöknek. Adjon lelki megnyugvást azoknak, akik követői voltak a kommunizmusnak, de végül elfordultak tőle, mondta az államtitkár. Egy teljesen új világ köszöntött ránk politikai és gazdasági szempontból egyaránt, és ebben az új világban újra rendeződnek az erőviszonyok, ami versennyel jár, mondta a külgazdasági és külügyminiszter az idei nagyköveti értekezleten. Szijjártó Péter a Facebookon közzétett beszédében hangsúlyozta, kétféle verseny alakul ki a világon, az egyik az oltásokért zajlik, míg a másik a gazdasági kapacitások globális újraelosztásáért. Hozzátette, ez a verseny határozza meg a következő évre a magyar külpolitika, a diplomácia és a misszióvezetők feladatait. A miniszter kifejtette, a verseny a vakcináért ahhoz hasonló, mint amit tavaly tavasztal a lélegeztető gépekért, a védőruhákért és az arcmaszkokért folyt, fogalmazott Szijjártó Péter támogatta a Budapesti Gazdasági Egyetem szenátusa csütörtöki ülésén az egyetem modellváltását, azaz állami intézményből közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézményi alakítását, közölte az intézmény. A szenátus egyidejűleg felhatalmazta az egyetem vezetését, érén az egyetem rektorával, hogy kezdje meg a modellváltási folyamat előkészítését, tartalmazza a közlemény. A modellváltást 17 igen, egy nem szavazat mellett fogadták el, senki nem tartózkodott. Azt írták, az új működési modell közelebb áll a BGE jelenleg is erősen piaci alapú működéséhez, szellemiségéhez és hallgatóiknak, valamint munkatársaiknak is előnyösebb helyzetet teremthet. Egy szinttel alacsonyabbra csökkentette az eddigi legmagasabb ötös fokozatról a koronavírus járvány intenzitását jelző készültségét a brit kormány. Az intézkedést Chris Witti angol, Michael McBride írországi, George Smith skó skóciai és Frank Edderton Velsi, tiszti tisztifőorvos, valamint Stephen Povis professzora, brit állami egészségügyi szolgálat angliai orvosigazgatója javasolta. A brit egészségügyi minisztérium által ismertetett közös közleményükben hangsúlyozták, az egészségügyi szolgálatokra az Egyesült Királyság mind a négy nemzetében továbbra is jelentős nyomás nehezedik, mivel még mindig sok pácienst kezelnek a kórházakban a koronavírus fertőzés okozta COVID-19 betegséggel. Franciaország 100 ezer adag Pfizer és BioNTech vakcinát ad március közepéig Csehországnak a koronavírus járvány elleni fellépés segítésére közölte Andrei Babis cseh kormányfő a CTK hírügynökséggel. Már hosszabb ideje azon dolgozunk, hogy valamivel több vakcinát szerezzünk. Izraelben sikerrel jártunk, onnan ajándékba kaptunk vakcinákat. Franciaország pedig most március 15-éig 100 ezer vakcinát ígért, mondta a kormányfő a cseh hírügynökségnek. Korábbi prágai jelentések szerint Izrael 5000 adag Moderna vakcinát ajándékozott Csehországnak hálából azért, hogy Prága diplomáciai úton támogatja a zsidó államot. A kormány döntése alapján ezeket a vakcinákat azok a katonák fogják megkapni, akik a koronavírus járvány idején a nagyon leterhelt cseh teljesítenek szolgálatot. Mielőbbi nyitást követel az osztrák vendéglátó és szállodaipar, Jól lehet, az országban egyre nő a napi új koronavírus fertőzések száma. Az osztrák gazdasági kamara szervezésében nagyszabású online konferenciát tartottak, melyhez csatlakoztak a hét hónapja zárva tartó egyéb ágazatok, többek között a kulturális és sportlétesítmények neves képviselői, valamint tekintélyes orvosprofesszorok, művészek is. A felszólalók egyetértettek abban, hogy ha belátható időn belül nem nyithatnak ki, az többet árt, mint használ, és nem csak a gazdaságra nézve, hanem az emberek pszichés egészségének megőrzése tekintetében is. Az emberek vissza akarják kapni a szabadságukat, utazni akarnak étterembe, színházba és koncertre járni. Feloldhatnak több koronavírus okozta COVID-19 betegség miatt bevezetett korlátozást Moszkvában az elkövetkező két hónap alatt, ha tovább csökken a megbetegedések száma. Jelentette ki Szergej Szobjanina, az orosz főváros polgármestere, a Rosszia egy televíziónak. Csökkenő tendenciát figyelhetünk meg a megbetegedések számában bár a betegek száma még mindig magas, naponta 5-600 embert kell kórházba fektetni. Igaz, nem is olyan régen ez még 1700 volt, mondta Szobjanyin. Remélem, hogy ha ez a trend megmarad, akkor az elkövetkezendő 1-2 hónapban visszavonjuk a korlátozásokat. Sajtóértesülések szerint egyebek között megszüntethetik a fesztiválokra vonatkozó tilalmat. Márciustól emellett visszavonhatják a 65 év feletti lakosokra vonatkozó korlátozásokat, így feloldhatják a közlekedési bérleteik blokkolását, és nem kell majd továbbiakban távmunkában dolgozniuk. Megyemint Netanyahu miniszterelnök és az amerikai képviselőház elnöke Nancy Pelosi telefonon beszéltek. Remek beszélgetést folytattunk Pelosi házelnökkel a közös kihívásokról és lehetőségekről. Az Egyesült Államok kongresszusa mindig is az Egyesült Államok és Izrael közötti törhetetlen szövetség támogatásának bástyája volt, írta Netanyahu a Twitterem. Pelosi szerint a beszélgetésre azért került sor, hogy újból megerősítsük nemzeteink elszakíthatatlan kötelékét és a kongresszus rendíthetetlen támogatását egy biztonságos és védett Izrael mellett. Beszéltünk a koronavírusra adott válaszról és a regionális béke iránti közös reményünkről, beleértve az igazságos, stabil és tartós két állami megoldást. Írta Pelosi a Twitteren. Gazdasági Híreink A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezi a kormányzatnál, hogy a vendéglátóegységeket érintő korlátozások miatt nehéz helyzetbe került beszállítók is részt vehessenek a kamatmentes újraindítási gyors kölcsön hitelprogramban. A hitelprogram első körében 25 meghatározott tevékenységi körben tevékenykedő vállalkozások vehetnek részt. Annak mellettük indokoltnak tartja a vendéglátó beszállító termelőkre és feldolgozókra, valamint az élelmiszer nagykereskedőkre is kiterjeszteni a kört. A vendéglátóhelyek, szállodák beszállítóinak értékesítési csatornái jelentősen beszűkültek. Leginkább a vízi szárnyassal, hallal, sertéssel foglalkozó termelőknél, feldolgozóknál okozott extra költségeket a tárolás, illetve az áron aluli értékesítési kényszer, valamint a kisüzemi sörfőzdék, a pálinka előállítók. Továbbá az élelmiszer nagykereskedelemben a kávékereskedők árbevétele is jelentős mértékben zuhant. A kamatmentes újraindítási gyorskölcsön hitelprogram keretösszege 100 milliárd forint. Vállalkozásonként akár 10 millió forint is felvehető, ami bér, járulék, rezsi, működési költségre, valamint készletfinanszírozásra egyaránt felhasználható. A kölcsön törlesztését három év türelmi idő után kell megkezdeni. Híreinkről bővebben a brajerpress.com vagy a heti tv on olvashatnak. Én köszönöm figyelmüket, szép napot, viszontlátásra! Szombaton élénk, olykor erős lökésekkel kísért északi széllel és időszakos felhősödésekkel, felhő átvonulásokkal átvonul felettünk egy hideg front. Kisé visszaesik a hőmérséklet, de több órás változó napsütésben bízhatunk ezen a napon is. A hőmérséklet jellemző átlaga a szombat reggel plusz 2 plusz 6, délután plusz 9 plusz 14 fok körül alakul. Köszönöm figyelmüket, maradjanak velünk, viszontlátásra!